Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kultúrpercek című magazin műsorát látják. Nézzük, mi történt városunkban az elmúlt időszakban. A KONDI, a Kondorosi Ifjúságért Közhasznú Alapítvány szervezésében került sorra március 16-án a Petőfi István Általános Iskolában az az előadás, melyet az ország toxikológusaként emlegetett dr. Zaher Gábor főorvos, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának vezetője tartott. A közel egy órás, nagyon érdekes és tanulságos előadást nem csak a kondorosi diákok hallgathatták végig, hanem minden érdeklődő részt vehetett azon. A téma a drogok és kábítószerek hatása az emberi szervezetre és azok hatásának ismertetése volt, igen szemléletesen. A jelenlévők megtudhatták a kábítószer ellen a legjobb és legeredményesebb védekezés három betű, nem. A program végén az alapítvány és az iskola is köszönetet mondott dr. Zaher Gábor főorvos úrnak. Szombaton a rockzene szerelmeseinek rendeztek programot a Kondorosi Vadászbisztróban. Az eseményre, amely mini rockfesztiválnak is megfelelt, sokan ellátogattak. Remek hangulatú, színvonalas koncertek voltak a Reláció és a Dreamlight kondorosi zenekarok jóvoltából. Mindenki nagyon jól érezte magát, a rockzene igazi ünnepe volt az este. A rendezvény szervezője, Sinkovics Tamás, a zenekarok nevében külön köszönetet mondott Kasnyik Gergőnek és Kasnyik Marcinak a magas színvonalú hangosításért. A múlt hétvégén rendezték meg Békés Csabán a Kickbox Diák Bajnokságot, ami a Sportág Diák Olimpiája is. Kondorosról 15 versenyző vett részt a viadalon, és remek eredményeket értek el. 11 arany, 10 ezüst és 2 bronzérem. Petrovszky Norina első hely. Petrovszky Márton első hely. Kovács Ákos első hely. Laurinec Emma harmadik hely. Berezki Nátán, 2 második hely. Urbancsok Lóránt, második hely. Súlyog Veronika, 2 első hely. Petrovszky Dorina, második hely. Kozman Mónika, első hely. Malatyinszky Bendegúz, egy első és egy második hely. Chan Heng, második és harmadik hely. Nagy Kevin, első hely. Tihi Brigitta, első és második hely. Petrovszky Tamás, 2 második hely. Kovács Anita, 2 első és egy második hely. Gratulálunk a versenyzőknek a nagyszerű eredményekhez és a felkészítőknek Litauszky László edzőnek. Mint ahogy azt már előző adásainkban is tapasztalhatták, örömmel adunk teret a kondorosi sportsikereknek. Most ezt a palettát szeretnénk szélesíteni. A nemrégiben meghonosodott vívósport Kondoroson egyre több sikert ér el. Március 10-én Bükkfürdőn rendeztek egy utánpótlás párbajtőrversenyt, ahol a kondorosi versenyzők több érmet és jó helyezéseket értek el. Gyermeklány kategóriában Ritz Lilla az előkelő 13., Kovács Emese 14. lett. A fiúk remekeltek, Tusiak Adrián második, Paulik Tamás a harmadik helyet szerezte meg. Március 17-től Szolnokon rendezték meg az utánpótlás vidékbajnokságot párbajtőrben. A kondorosi eredmények a következők lettek. Csibe lány kategóriában Paulik Éva 7. hely, gyermekfiú kategóriában Paulik Tamás 2. hely. Újonc lány kategória Ritz Lilla 7. hely, újonc fiú Tusiak Adrián 1. hely, Barabás László 3. hely, Paulik Tamás 6. hely, Vajgel Pár 8. hely. Újonc fiú csapat kategóriában első helyet szereztek a kondorosiak, Tusiak Adrián, Paulik Tamás, Barabás László és Vajgel Pár voltak a csapattagjai. Gratulálunk a szép eredményekhez és további sportsikereket kívánunk vívóinknak. Adásunkban folyamatosan tudósíthatunk nagyszerű utánpótlás sportsikerekről. A kézilabdázás terén is adottak a lehetőségek, hisz a szivacs kézilabdázás az, amely az utánpótlás jelentheti a kézilabdázók számára. Ez a friss és új sportág Kondoroson is teret nyert, és olyannyira, hogy már versenyen is részt vettek a versenyzők.
Békésen a hétvégén rendeztek egy szivacs kézlabda bajnokságot, ahol az U8-as kategóriában a második helyet ért el a kondorosi csapat. Gratulálunk a fiataloknak a szép eredményhez és felkészítőiknek, Szebegyicki Kondacs Rékának. És ha kézilabda, akkor lássuk, milyen eredmény született az elmúlt hétvégén a kézlabda bajnokságban. Az MB2-es bajnokságban a Kondorosi Kézlabda Klub hazai környezetben fogadta a Kiskunhalas csapatát. A 200 néző előtt lejátszott mérkőzésen 32-26-ra nyertek a hazaiak. A mérkőzés érdekessége, hogy még a félidőben 14-12-re a halasiak vezettek, de a kondorosiak nagyszerű második félidei játékukkal megfordították az eredményt, és megérdemelten gyűjtötték be a két pontot. Ezzel a győzelemmel a 11. helyre léptek előre a kondorosi fiúk. Labdarúgás. Lejátszott a második tavaszi mérkőzését is a Kote megyei első osztályú labdarúgó csapata. Az első fordulóban a Tóth Komlós vendégeként 3-0-ra győzelmeskedett csapatunk. A hétvégén Szabad Kígyóst látták vendégül a kondorosiak, és nagy csatában 2-1 arányban győztek. Jelenleg a második helyen áll a csapat, de csak gólkülönbséggel szorulnak a második helyre, mert ugyanannyi pontjuk van, mint a tabellát vezető füzesgyarmatiaknak. Az elmúlt időszakban kiváló eredményeket értek el a Blue Gym Sportegyesület versenyzői. Ellátogattunk edzésükre, ahol az egyesületről és az eredményekről beszélgettünk Kalmár Opauszki Anitával, az egyesület vezetőjével. Az egészséges életmód egyik alapja a megfelelő mozgás, a sport lehetősége, ami kondoroson adott fiúknak, lányoknak, hölgyeknek, férfiaknak. A lányok többsége aerobikozik. Kalmár Opauszki Anitát szeretném megkérdezni, a Blue Gym Aerobik Sportegyesület elnökét, hogy mikor alakult a klub és milyen tevékenységet folytat. Körülbelül 15 éve alakult a klubunk, és körülbelül olyan 10 éve vagyunk a Blue Gym Aerobik Egyesület tagja. Somogyi Niki hívott át bennünket, hogy próbáljuk ki a versenyzést az aerobikban, mert először csak szabadidős jelleggel működött a klub, és 10 éve versenyzőink is vannak már. Jelenleg 30 versenyzővel dolgozunk, de körülbelül 120 fős bázisunk van, kondoros és szarvas közösen együttvéve. Egészen a térségből mindenhonnan vannak gyerekeink és versenyzőink is. Körülbelül hányan vannak a kondorosi versenyzők? A kondorosi versenyzők vannak 15-en, és 15-en körülbelül a szarvasiak, tehát fele-fele arányban működünk, és megosztik az utánpótlás nevelés is körülbelül fele-fele arányban. Nagyon szép eredményeket értetek el már az idei esztendőben is. Melyek voltak a jelentősebb állomások itt az év első időszakában? Az év első időszak az nálunk mindig a diákolimpia keleti fordulója, ami azt gondolom, hogy mindig egy jó nagy lökést ad az egyesületnek, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól szerepelnek a diákolimpiákon a gyerekeink, hiszen mi mindig ugyanazokkal az egységekkel indulunk diákolimpián, vagy közel hasonlóan, mint a magyar kupákon. Nagyon jó eredmények születtek most is, 20 induló egységünkből 16 már bent van az országos döntőben, amely Szarvason kerül megrendezésre, amely egy országos lehetőség, mind a városnak, mind a térségnek. Ezen kívül volt egy csehországi versenyünk, egy nyílt aerobik verseny, ahová a szövetség delegálta az indulókat jelentkezés alapján, ahol az UP1-es Aerostep csapatunk első helyezést ért el, amelyre rettenetesen büszkék vagyunk. Mi is büszkék vagyunk ezekre az eredményekre. És milyen versenyek várhatóak az elkövetkezendő időszakban? Nincs megállás. Jövő héten indul a Magyar Kupa versenysorozata, amely Pesten kerül megrendezésre, a Vasas szervezésében. Utána az összes erőnket összeszedjük, és április 22-én Szarvason megrendezzük az országos diákolimpia döntőt. Én azt kívánom a stábunk nevébe, hogy továbbra is közölhessünk ilyen nagyszerű eredményeket, amelyeket az előző időszakban elértetek, és hajrá kondoros, hajrá aerobikus lányok, szurkolunk nektek a diákolimpián és minden versenyen. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! És most lássuk, milyen programok kerülnek megrendezésre az előttünk álló hétvégén és a következő hét elején. Március 25-én szombaton 10 és 12 óra között kerül megrendezésre a soron következő kézműveskedés a Dérczy Ferenc könyvtárban. Ez alkalomból a húsvétvárás lesz a téma, pompom nyuszikat lehet majd készíteni. A vidám délelőtti programra mindenkit szeretettel vár az intézmény jókedvű csapata.
Március 28-án kedden 15 órakor kiállítás megnyitására kerül sor az IKST épületében. A tárlat témája Munkácsy Mihály élete, és megtekinthetőek lesznek a róla készült képeslapok. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Nércy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény. Horgászvizsga Kondoroson. A Kondorosi Horgász Egyesület tanfolyamot és azt követően horgászvizsgát szervez Kondoroson. A vizsgára 10 év feletti gyermekek és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek. A tanfolyam ingyenes. A vizsgadíja 18 év alatt 1000 forint, 18 év felett 3500 forint. A vizsga időpontja április 12-e. A tanfolyam időpontjai március 29 és április 5-17 óra. A helyszíne az IKST épülete. Jelentkezni 2017. március 28-áig lehet Barna Róbertnél a 20-577-82-50-es telefonszámon. Március 31-én 8 és 12 óra között véradásra kerül sor a Városi Sportcsarnokban. Várnak mindenkit szeretettel, aki szívesen segítene és elmúlt 18 éves. Műsorunkat egy szomorú hírrel zárjuk. Március 19-én vasárnap Budapesten a Híd Unió Külker SC kézilabda mérkőzés 59. percében a Külker SC játékosa a kondorosi származású és egykoron Kondoroson kézilabdázó Dian László egy időkérés alkalmával a kispadon rosszul lett. A teremben jelenlévő játékosok és résztvevők próbáltak segíteni, de azt a kiérkező mentők sem tudtak. Dian László 39 éves volt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a hozzátartozóknak. Nyugodj békében, Laci! Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!